Élőzene kísérte a báli mulatságot az elmúlt szombaton rendezett gazdabálon. A rendezvényt ezúttal is a Gyulai Gazda és Polgári Egyesület szervezte meg. A báli összejövetel elsődleges célja, hogy a helyi gazdák, kertbarátok építsék kapcsolataikat, de elsősorban kikapcsolódjanak. Emellett szó esett az őket érintő aktualitásokról, például a földtörvény módosításáról. Az új földtörvény módosítás van most napirenden, gondolom, hogy az asztaloknál sokan ezt szóba hozzák. Nekünk meg az a dolgunk, akik egyáltalán ezeknek a civil szervezeteknek vagyunk a vezetői, hogy az országos politikában a politikusokkal ezeket a napi problémákat felvessük nekik, hogy a törvénykezésnél azért figyelembe vegyék a vidéki embereknek a problémáit. A szombati bálra 189-en látogattak el, ezzel minden idők legnagyobb gyulai gazdabálya volt a hétvégi. Az idei ünnepség emellett jubilált is, ugyanis 30. alkalommal gyűltek össze a gazdák. Gyakorlatilag a korábbi időszakhoz mérten, ahol általában 120-140-150 fős gazdabálok voltak, ahhoz képest most csúcsot döntünk, úgyhogy nagyon nagy öröm ez nekünk, hogy ez rekordos sikeres. Werner György elmondta, ezekben az időkben pihenhetik ki magukat a gazdálkodók, hiszen ez a olyan felkészülési időszaknak számít. Ilyenkor tervezik meg az előttük álló évet, és a gépek karbantartását is elvégzik.